csapatok és a disznók reggel 6-kor találkoztak a Negyecsedi vásártéren, hogy a kötelező fogópálinka elfogyasztása után kezdetét vegye a 12. Negyecsedi Lápi Disznótoros Fesztivál. Minden reggel ezzel indítottak a disznőlésekkor, ittak arra, hogy jövőre nagyobbat öljenek, ezzel a mondással indítottak, és hát ez ilyen szokás. Összegyűlt az utca népe, a férfiak, és akkor pálinkával indították a disznőlést. A munka a szúrással kezdődött. 20 csapat közönség előtt a zsűri felügyelete mellett ölt le 20 sertést. A vérüket a csapattagok tálakba fogták fel, hogy minél hamarabb elkészíthessék a reggeli hagymásvért. A leölt sertéseket a csapatok a perzseléssel kezdték el feldolgozni. A legtöbben gázzal láttak neki, de ez a romániai erdődről érkezett csapat hagyományosan szalmával kezdte a munkát. Önök honnan érkeztek és miért hagyományosan perzselik a disznót? Erdődről jöttünk Romániából, és mivel hogy szerintem ez egy hagyományőrző rendezvény, igyekszünk a hagyományon megfelelően dolgozni. Amúgy ott van, legalábbis én személy szerint így szoktam csinálni először, egy szalmával egy tüzet adok nekik, egy minden két oldalra, majd utána jön a gázperzselő. Tehát akkor szintén perzseli gázzal, csak előbb szalmával kezdik. Szalmával kezdjük. Így mennyivel lesz több idő, vagy miben lesz más a végeredmény? Mindenki azt mondja, hogy ha szalmával van perzselve, akkor a bőre az finomabb. De az eredmény az annyi, hogy régen így csinálták, így szoktuk meg. Mi nem tértünk át teljesen a gázra. A perzselés után megtisztították a legyőzött állatokat, majd elkezdték a bontásukat is. A legtöbben raklapon vagy állványokon láttak hozzá, de akadt olyan csapat is, amelyik a lábánál fogva lógatta fel a sertést. A nagyecsedi rendőrök a 4 combot és ezzel együtt a lesi húst bontották le először az állatról, hogy a feldolgozás közben már az ebéd készítését is el tudják kezdeni a csapattagok. Egészen máshogy dolgozzátok itt fel ezt a disznót, mint ahogy a többi helyen láttuk. Milyennek a különlegessége, illetve miért így fogtatok hozzá? Hát négy sonka, az kimegy, már tudják levenni róla a húst, mehet a toroskáposztába. Ez a leggyorsabb módja, hogy húst szerezzünk. Tehát akkor a hatékonyság miatt? Így van, így van. Mert mire szétszedjük a disznót, mindent szétlakik, akkor arra combómán tudnak venni lesi húst, úgy mondják. Eközben a legtöbb helyen még csak a reggelit készítették. Milyen ütemben haladnak a feldolgozással? Mik az első feladatok, és hogyan folytatják? Nagyon jó ütemben haladunk. Készül a hagymásvér, készül a reggeli, a szalona, tarját sütjük. A fiúk készítik a húsokat feldolgozni toroskáposztának, illetve a káposztát készítjük oda a torosnak. Puliszkát készítünk, aztán készül a hurka, kolbász, és nagyon sok finomság. A fesztiválon a nagyecsedi disznótoros hagyományok felelevenítése mellett a tél végére és a farsangra is készültek. Itt ugyanis a kettő jellemzően egybeesett. Igen, egybeesett, és ehhez is vannak olyan hagyományok, szokások, amelyeket sikerült összegyűjteni még a régi öregektől. Voltak olyan disznótorok, ami ugye természetesen egybeesett a farsanggal, és ilyenkor, hogyha a gazda a disznótor végén nem zárta be időbe a kapukat, és a kutyákat nem engedte be, akkor megjelentek a farsangolók, vagyis a kéregetők, hivatlan vendégnek is nevezték őket. Ők bementék szépen a torosházhoz, és akkor kéregettek egy kis lesit, egy kis húst, kolbászt, bort, és ugye szemtelenek voltak, vagy az arcukat bekormozva szilvalekvárral bekenve, esetleg ilyen tollakat ragasztottak rá, tehát egy nagyon csúnya látvány lehetett, és hogyha a gyerekek megijedtek, akkor a gazda elzavarta őket a háztól, vasvillával végigkergette egészen a falun a falu végéig, de ők nem tántorodtak el ezt követően sem, hanem cselhez folyamodva, vagy özvegyasszonynak, vagy terhesasszonynak öltözve jöttek vissza a toros házhoz kéregetni, mondván, hogy ilyenkor a gazda úgysem utasítja el egy terhesasszony, vagy egy özvegyasszonynak a kérését. A megnyitó ünnepségen elhangzott, a helyi embereknek nagyon fontos a szatmári hagyományok ápolása. Azt gondolom, hogy a kultúráról beszélünk, és még nem vagyunk olyan túl messze a Magyar Kultúra Napjától, az életünkben végrehajtott kulturális cselekedet a család, a
születésnap, a disznóvágás. Ez is azt gondolom hozzátartozik ahhoz a keresztény kultúrához, magyar kultúrához, ami összetartja azt a fajta nemzettudatot, amit itt most a határon túli testvérek is itt vannak, és bár nem beszéltek magyarul, de mégis magyar lakta településekről a régi Kárpát-medence, a Nagy-Magyarország területére érkeztek. Tehát én nagyon büszke vagyok Nagyecsedre és Nagyecsedre polgármesterére, hogy figyel arra is, hogy a határokon túlról is ezt a fajta közösséget, azt a fajta nemzethez való tartozást hangsúlyozzuk az ő meghívásukkal, és ők is bemutatják azt a fajta kulturális formáját az ételeknek az elkészítésének, ami gyakorlatilag egy gasztronómia. Meddig főzzük a véres hurkát, a hagymás vérbe milyen arányba tesszük a hagymát, vagy mivel fűszerezzük a hurkát, az egyik legkényesebb dolog, mert a hurka ugye a belsőségek összefőzéséből keretkezik, és a fűszerezés, a finomsága annak mindenki a saját ízlése, a szocializációjából, vagy a régi történetből, a régi magyar kultúrájából merítve. Tehát azt gondolom, hogyha körbérjük ezt, hogy nemzet, Magyarország, magyar kultúra, akkor nagyon szépen beleilleszkedik ez a disznókodás is, ahogy mondtam, a színpadon a jó értelemben a disznókodás, hiszen eljöttünk a lápi disznó Torosan, és disznókodunk jót, megkóstoljuk a pálinkákat, a csapatok jó szívvel kínálják, és megkóstoljuk a finomságot is. Minden falunapnak, városnapnak két jelentősége van. Az egyik is a legfontosabb, hogy identitástudatot adjon az ott élőknek. Érezzék, büszkék legyenek, hogy van nekik egy jelesül egy lápi disznótoros fesztiváljuk. De itt Nagyecseden van egy Szatmár határok nélkül rendezvény is. Ezek mind-mind erősítik az együvé tartozást. A másik pedig, ha az egy-egy település ezen túl tud nőni, és idegenforgalmi, turisztikai céllal is meg tud jelenni, ezek már lényegesen kevesebbek, például mondjuk a Mohácsi búsójárás ilyen, akkor még inkább olyan úgy teszi le a névjegyét az adott település, hogy az országban vagy akár határon kívül is megmutathatja magát. Nagyecsed ezen az úton jó jár, hiszen jöttek ide Kárpátaljáról, a Párciumból, a romániai részről, és az ország számos helyéről, akár szomszédos településekről, Mátészalkáról, és olyan jelentősége van, és olyan egyedi dolgot tud fölmutatni, amit polgármester úr mondott is, hogy a láp valamikor egy balatonnyi méretű képződmény volt, természeti képződmény volt, ami túlmutat azon, hogy csak egy belterjes, ami önmagában is nagyon fontos, és ez egyre inkább érezteti hatását. Öröm számomra itt lenni, és megköszönöm polgármesternek, település minden tagjának az itt végzett munkát, és hogy évről évre meghívnak. A zsűri folyamatosan járta a csapatokat, és értékelte a feldolgozás és az elkészítés minden mozzanatát. Először is, hát a kora reggel volt ugye a szúrás, megfelelően előkészített eszközökkel, ez volt az első zsűrizési pont. Utána a feldolgozás, a legelső ugye a hagymásvér, utána a hurka, kolbász, toroskáposzta, meg ugye egyedi csapatonként még vannak ilyen tárcsán sütött sztékek, meg más egyéb ételek is. Mik voltak a különlegességek, amiket itt láthattunk? Hát láttam én itt ugye különböző módon feldolgozott malackákat. Volt itt ilyen, hogy például egybesült, kuriózumként egybesült disznó, amit nem bontanak föl, hanem egybesütik meg. Hát meg még folyamatában vagyunk a zsűrizésnek, aztán még ezúttal fognak kiugrani a különlegességek. A gasztronómiai titkokban most bárki betekinthetett a 12. Nagyecsedi Lápi Disznótoros Fesztiválon. A kilátogatók megkóstolhatták a közkedvelt disznótoros finomságokat. Volt hagymásvér, lesi hús, toroskáposzta, hurka és persze kolbász is.
az igazán kíváncsiak pedig akár gasztronómiai különlegességekkel is találkozhattak. A figyelmetekbe szeretném ajánlani a böllérünk, az elismert böllérünknek a híres véres hurkáját, ami egy kis fűszer csodát tartogat, egy kis meglepetés, amivel nagyon sok helyről már elhoztuk a kis külön díjat. Úgyhogy én ezúttal is meg szeretnélek benneteket invitálni, hogy legyetek szívesek, amikor készen vagyunk, akkor tegyetek tanúbizonyságot arról, hogy ez így van, amit mondtam. Nagyon örülünk annak, hogy itt hogy meghívást kaptunk, részt vehetünk itt, most vagyunk itt első alkalommal. Javarészt Napkor településről jöttünk, és Napkoron a Böllér versenyen nagyon sok, tehát 14 alkalommal részt vettünk, úgyhogy van már egy kis gyakorlat ebben. De itt szeretnénk bizonyítani mindenféleképpen. Most jövünk itt első alkalommal, polgármester úrnak, képviselőtestületnek nagyon szépen köszönjük a invitálást, örülünk, hogy itt lehetünk, és remélem, hogy mindenki elégedettségére el tudjuk készíteni ezeket a finomságokat. Még egy kicsit térjünk vissza a fűszerezésre, hogy mi ez a különlegesség, szabad erről bármit elmondanatok? Hát megmondom nektek őszintén, erről a böllérünket kérdezzük már meg, mert az ő receptje, és nem tudom, hogy el lehet-e árulni ezt a titkot a mai nap. Minden, minden háznál meg lehet találni, nem nagy titkos fűszer, egyről a kapor, amit teszünk a véres hurkába, de annak is egy bizonyos részeit. Úgyhogy nem szeretnénk elállni teljesen a titkot. A kolbászt hagyományos módon fűszerezitek? Így van, igen, igen. Paprika, bors, kömény, só, és fokhagyma természetesen. A házi pálinka, a zene, a jó hangulat, a hagyományos ízek és a különleges nagyecsedi finomságok tehát most sem hiányozhattak a 12. Lápi Fesztiválról.